második felkészülési időszakunknak vagyunk a közepén. A hétvégén egy tornán veszünk részt Orosházán, egy 8 csapatos tornánról 3 mérkőzés vár a csapatra, és ezzel étettük ezt az edzőtábort Algyőre, ahol van helyi NB1-B-s csapat és Szeged közelségében egy szegedi NB1-B-s csapat, tehát tudunk még 2 edzőmeccset is játszani. Tehát a fókuszban a mérkőzések vannak, illetve az ehhez való taktikának a kigyakorlása szerepel, amihez úgy gondolom, hogy ideális feltétel a Levendula Hotel és maga ez a sportcsarnok itt a fürdővel. Remélem, hogy a csapat kohéziónak a kialakításához, a megfelelő együttműködés szintjének a növeléséhez jó alkalom ez. Megismerjük egymást lakva, tudjuk azt, hogy egy nagyon nehéz bajnokság elé kerülünk, ami egy kicsit nehezít a helyzetünket, hogy kevesen vagyunk. Tehát ugye az ellenfelünk tegnap itt 22-en volt, mi meg ugye 14-en vettük fel ellenük a küzdelmet. Az az igazság, hogy egy picit félek attól, hogy nehogy sok legyen, de igyekszem elosztani a játékperceket. Mikor még terveztük, akkor kicsit bővebb keretünk volt. Úgyhogy reménykedem, hogy a taktikának a finomítása, az a játékrepertoár kialakítása, a finom hangolás valamilyen szinten megkezdődik, és valamilyen szinten már formát is szeretnénk, tehát még nem élesben, nem csúcsformát, de valamilyen formát is ezeken a meccseken. És ami nagyon fontos, hogy a mérkőzéseknek a ritmusát és a mérkőzéseknek a pszichéjét, hangulatát, azt hogyan tudjuk feldolgozni, hogyan tudjuk megtalálni azokat a kitörési pontokat, amelyek kellenek majd később ahhoz a hozzáálláshoz, amivel a bajnoki mérkőzéseket sikerrel tudjuk megvívni, vagy legalábbis minél többet. Reménykedünk benne, hogy ez a tábor ehhez hozzájárul. Köszönjük a vezetőségnek, hogy ezt biztosította. Nyilván ugye mi messze vagyunk mindenkitől, itt viszont kis mozgással jó meccseket tudunk játszani, és ugye a meccsnél azért jobb felkészüléshez nem kell jobb. Én reménykedem, hogy ezt megússzuk most már további sérülések nélkül, és akik a maródiak voltak, azok is egyre jobban bele tudnak kapcsolódni a munkába.